Vas Albert. Rövid életrajz, készült 1979-ben. Teljes családi név, Szentegyedi és Cegei gróf Vas Albert. Szerzői név, Vas Albert, vagy Vas Albert de Cege. 1908. január 8-án születtem a Kolozsvár melletti válaszúton, Magyarországon. Állandó lakhelyem 1944-ig Vasasszentgotthárd, Szolnok-Doboka megye, Erdély, Magyarország. Az első világháború következményeképpen 1918. decemberében a román hadsereg elfoglalta szülőföldemet Erdélyt, ami addig Magyarország részét képezte. 1919. január 19-én 10 éves kisfiúként részt vettem azon a kolozsvári utcai tüntetésen, ahol a magyarok önrendelkezési jogukat követelték, annak szellemében, ahogyan azt az Amerikai Egyesült Államok elnöke Wilson meghatározta. A tömegre rálőttek a románok. Családomból többen megsebesültek, néhányukat letartóztatták és megverték. Amint megpróbáltam fedezéket keresni magamnak, golyók süvítettek körülöttem, és emberek hullottak a földre mindfelé. Ez volt számomra a megváltozó világ első bemutatkozása. A nemzeti méretű tiltakozás ellenére Erdélyt mégis Romániához csatolták, és ezzel elkezdődtek a kisebbségi sorsunk rémségei. Meg kellett tanulnunk románul, és megtiltották, hogy anyanyelvünket nyilvánosan használhassuk. Létünk minden vonatkozásában hátrányos megkülönböztetés áldozatai lettünk. Vasasszentgotthárdi birtokunkat, amelyet 1142-ben adományozott Magyarország királya a Cegei Vas családnak, és amelyen azóta megszakítás nélkül élt családunk, erősen megcsonkította az új román hatalom. Mindössze 200 angol hold megművelhető földet hagytak, és még 800 angol hold mocsaras és erdős területet. Egy angol hold 40,47 ár. Az elkobzott területet egyrészt a román egyháznak adták, másrészt szétosztották az újonnan betelepítettek között, akiket szánt szándékkal azért hoztak Romániából, hogy kibillentsék erdélyi etnikai egyensúlyát. Erős visszaélések közepette sikerült befejeznem alapfokú tanulmányaimat Kolozsváron, amit Cluj névre kereszteltek a románok. Hogy magasabb képzésben részesülhessek, el kellett hagynom az országot. Debrecenben, Magyarország, Hohenheimban, Németország, majd Párizsban tanultam. Diákkoromban a Debreceni Újság, a Budapesti Hírlap és az Ellenzék című lapok munkatársaként dolgoztam. Első könyvem egy verses kötet, 1927-ben jelent meg, majd ezt követte a második, 1930-ban. 1931-ben a Marosvásárhelyi Színházban bemutatták egyik színdarabomat. Apám betegsége miatt 1932-ben hazatértem, hogy átvegyem a gazdálkodási teendőket, ekkor azonban behívtak a román hadseregbe, ahol egy évet szolgáltam. 1934-ben vettem át a gazdaság vezetését. Családi nyomásra 1935-ben feleségül vettem unokahúgomat, a hamburgi Siemers Évát. Így sikerült csak megóvnunk a családi birtokot a csődbejutástól. Ugyanebben az évben megjelent első regényem, a Farkasverem, mely hamarosan sikerkönyvé vált. Ennek a regénynek köszönhetem, hogy Baumgarten díjban részesülhettem, és számos irodalmi társaság tagjává fogadott. Novelláim különböző irodalmi lapokban jelentek meg, ezt követően publikált regényeim újabb elismerést jelentettek számomra, tagja lettem a Kisfaludi Társaságnak és a Magyar Királyi Akadémia irodalmi tagozatának. Nagyapám halála után 1936-ban átvettem egyházi tisztségét, az Erdélyi Magyar Református Egyház püspökségének főgondnoka lettem. Ezt az egyházat 1526-ban alapították Erdélyben, akkor, amikor őseim törvénybe iktatták a vallásszabadság jogát. 1937 után Hitler hatása érezhetővé vált egész Románia területén. A kisebbségekre gyakorolt nyomás egyre elviselhetetlenebb lett. Mikor létrejött az úgynevezett Vasgárda, egyre gyakoribbak lettek a magyar, zsidó és egyéb kisebbség ellenes támadások. Voltak, akiket mozgó vonatból löktek ki, másokat pedig az utcán vertek agyon.
Románia szoros szövetsége a hitleri Németországgal fokozatosan nacionalista fanatikusokká változtatta a románokat, annak a politikai elmondatnak a jegyében, hogy Románia a románoké. Kisebbségiként egyre veszélyesebbé vált az élet számunkra, főleg azután, hogy Románia Hitler oldalán belépett a háborúba. Ideiglenesen felszabadultunk a bécsi döntés következtében, amelyet 1940. augusztus 30-án írt alá Románia és Magyarország, olasz és német tárgyalások következtében. Az új határ Románia és Magyarország között, melyet Bécsben rajzoltak meg, pontosan Vasas-Szent-Gotthártól délre, az otthonunktól körülbelül egy mérföldnyire húzódott, kettészelve a birtokunkban lévő erdőséget. 1940. szeptember 10-én a falunkon keresztül visszavonuló román csapatok kifosztották a házunkat. Elvitték a marháinkat, lovainkat, disznóinkat, lelőtték az egyik csordapásztort, és megsebesítették a másikat. Szeptember 11-én délután a magyar csapatok megérkeztek és elfoglalták az új határt. Mivel a mi házunk volt az egyetlen ház a környéken, négy vendégszobánkat ideiglenesen lefoglalták főhadiszállásnak. Kimondták, hogy hadi törvénykezés lépett érvénybe. Ugyanakkor tudatták velünk azt is, hogy a határmenti megyék legalább 3 hónapig katonai kormányzás alatt fognak állni, mindaddig, amíg nem szerveznek szabad választásokat. 1941. januárjában állították vissza a civil közigazgatást. Mivel előzőleg, még a román fennhatóság idején, Fényi Mosonyi Anton, Románia királyi vadászmesterének kérésére, a vadállomány rendezésének szakértőjeként, a Kárpátok vadállományának felügyeletével foglalkoztam, kötelességemnek éreztem, hogy segítsek dr. Ionel Popescu-nak, Szászrégen polgármesterének, a király fővadászmestere segédjének. Mindezt azért tettem, hogy a vadállomány menedzselése zökkenőmentesen kerüljön át az új vezetés hatáskörébe, és így elkerülhessük a könnyelmű pusztítást, mely híres jávorszarvas csordánkat is fenyegette. Szeptember 14-én sikerült beszereznem egy utazási engedélyt és egy ideiglenes személyazonossági igazolványt, melyet visszatért magyar állampolgár címen állítottak ki nevemre. Egy katonai teherszállító autó vitt el Szamosújvárra, ahonnan más katonai járművek segítségével, mivel sem vonatok, sem buszok nem közlekedtek még, 15-én eljutottam Ratosnyára. Másnap lóháton, bakosvadőr kíséretében felmentem a Zálubrad nevű központi vadászházunkhoz. Körülbelül szeptember 25-én, nem vagyok biztos a dátumban, a feleségem üzenetet küldött otthonról arra kérve, hogy azonnal térjek haza, mert Csaba fiunk váratlanul megbetegedett. Mire hazaértem, a fiam már meghalt. A temetés után néhány napot még otthon maradtam, majd visszatértem a Dalubrad vadászházba, ahová ezúttal magammal vittem a feleségemet is. Míg otthon tartózkodtam, megtudtam, hogy távollétem idején a határőrök elfogtak 4 személyt, akik az erdőn keresztül törvénytelenül próbáltak átütni a határon. Aznap éjjelre a házunkba vitték őket, ahová Pakucs kapitány, a biztonsági tiszt be volt szállásolva, az ő parancsára a foglyokat a megyeszékhelyre kellett volna szállítani, további kihallgatások véget. Tudomásomra jutott, hogy körülbelül 7 kilométerre Vasas-Szent-Gotthártól a Cegetó másik végénél a foglyok szökni próbáltak a mocsáron keresztül, mire a katonák agyonlőtték őket. Azt is megtudtam, hogy a katonai kivizsgálás megkezdődött az üggyel kapcsolatban. Novemberben ismét hazatértem, és 1941. januárjának közepéig maradtam otthon, amikor a Budapesti Erdészeti és Mezőgazdasági Minisztérium kinevezett erdészfelügyelőnek Désre. Ugyanezen év márciusában a Kolozsvári Ellenzék című lap irodalmi szerkesztője lettem. Ebben a lapban már évek óta közöltem publicisztikai írásokat és novellákat. Ettől kezdve az időmet úgy kellett beosztanom, hogy eleget tehessek 3-as feladatkörömnek. Egyrészt az otthoni gazdaságot kellett rendeznem, édesapámat segítve a munkában, másrészt az erdészfelügyelői feladatomat kellett ellátnom, és mindezek mellett a lap vasárnapi számainak szerkesztési teendőit is el kellett végeznem. Mint tartalékos tisztjelöltet, 1942. májusában behívtak egy 3 hónapos kiképzésre, melynek végeztével a Magyar Királyi Lovasság zászlós rangját kaptam. Ez volt a legalacsonyabb fokozata a megbízott tiszteknek. Amikor 1943. márciusában az ellenzék főszerkesztőjét behívták a hadseregbe, ideiglenesen engem bíztak meg a helyettesítésével.
Július 1-én azonban, amikor két német a gestapótól behatolt a szerkesztőségbe, felmutatva a parancsot, hogy a német hadsereg megbízásából felügyelniük kell a lapot, egyszerűen kisétáltam az irodámból, és felmentem a hegyekbe. Két hét múlva édesapám régi barátja, Veres Lajos tábornok üzent, hogy a németek keresnek engem. Hogy elkerülje a kellemetlenségeket, Veres tábornok, aki az Erdélyben állomásozó magyar hadsereg parancsnoka volt, egyenruhát adott nekem, és mint alhadnagyot Ukrajnába küldött a 9. Magyar Királyi Lovassággal, ahonnan csak karácsonykor tértem vissza. 1944. januárjában Veres tábornok kinevezett a dél-erdélyi, akkor még román fennhatóság alatt álló, Brassóban állomásozó német-olasz tiszti bizottság kommunikációs tisztjének. Az volt a feladatom, hogy jelentsem a bizottságnak a románok magyar kisebbséggel szemben elkövetett jogtalanságait. Naponta legalább 2-3 ember tartóztattunk le, ütlegeléseket és gyilkosságokat vizsgáltunk ki, melyeknek mind a helyi magyar lakosság volt az áldozata. 1944. áprilisában visszahívtak, majd újra kineveztek Veres tábornok szárnysegédének. Ebben az időben a tábornok, aki titkos vezetője volt a náci ellenes magyar földalatti mozgalomnak, Horthy közvetlen parancsára kapcsolatot létesített a szövetséges főhadiszállásokkal, és megpróbált alkut kötni velük, felajánlva, hogy a németek ellen fordul az egész magyar hadsereggel együtt, és ezáltal lerövidíti a háborút, ha a szövetségesek garantálják azt, hogy az oroszok nem fognak bevonulni a Kárpát-medencébe, és Magyarországot a Jugoszláviából felvonuló angol és amerikai csapatok fogják majd megszállni. Veres tábornok szánsegédeként aktívan részt vettem ezeken a föld alatti tárgyalásokon. Próbálkozásaink azonban eredménytelenek maradtak. A válasz mindig ugyanaz volt, vegyék fel a kapcsolatot Sztálinnal. Magyarország Oroszország érdekkörében van. Veres tábornokot 1944. szeptemberében váratlanul letartóztatták a németek. Szánsegédeként én is erre a sorsra jutottam, de rangomnak köszönhetően néhány nap múlva szabadon engedtek, és visszanyertem előbbi pozíciómat. Veres tábornok utódjának, Kovács tábornoknak az adjutánsa lettem. Az ő távozása után ugyanebben a tisztségben maradtam fónagy tábornok, majd Tilger tábornok mellett is. Októbertől csapataink Erdélyen, majd Magyarországon keresztül vonultak vissza, erős orosz-román támadások közepette. Ennek ellenére mégis elég sokszor sikerült hosszabb, rövidebb időre visszahódítanunk egyes városokat és falvakat, ahol a románok és oroszok néhány napot töltöttek. Amit ott láttam, sohasem tudom elfelejteni. Halálra erőszakolt magyar lányokat, egészen kicsiket, 3 éveseket is. Megcsonkított, lefejezett magyar férfiakat és nőket. Az a gonosz vérengzés, amelyet a románok és oroszok a magyar civil lakosság ellen elkövettek, mindent fölülmúlt, amiről valaha is hallottam. A következő év márciusában Nyugat-Magyarországra Sopronba kerültem, az osztrák határ mellé. Meglátogathattam Veres tábornokot a kőhalmi börtönben, néhány kilométerre a várostól. A hűséges magyar hazafi a börtönőröknek köszönhetően még mindig kapcsolatban állt a föld alatti mozgalommal, és arra készült, hogy újra szervezzék a demokratikus Magyarországot, közvetlenül a közeledő orosz seregek általi felszabadítása után. Erősen remélte, hogy az angol és amerikai kormány nem fogja engedni az oroszoknak, hogy a szükségesnél többet időzzenek magyar területeken, és a távozások után majd lehet szabad választásokat tartani. Mikor a kőhalmai börtönben megmondtam a tábornoknak a tervem, hogy civil ruhába öltözöm, és egy ideig még Sopronban maradok, majd visszatérek Erdélybe, amint csak lehet, erősen ellenezte a szándékomat. Megparancsolta, hogy hagyjam el az országot, hiszen íróként az a feladatom, hogy életben maradjak, és elmondjam a világnak, hogy mi történt nemzetemmel. Titkos kapcsolatai révén 2 nappal a nálatett látogatásom után parancsot kaptam, hogy kísérjem el azt a Sopronból nyugat felé tartó vonatot, amelyen a magyar tisztek családjai utaztak, köztük feleségem és 4 gyermekünk is, akik Erdélyből feleségem német kapcsolatai révén menekültek ki Sopronba. Az erős orosz támadások ellenére vonatunk el tudta hagyni Magyarországot. Később derült ki, hogy ez volt az utolsó szerelvény, amelyiknek ez sikerült. Áprilisban érkeztünk meg, Ausztrián és Csehszlovákián keresztül Németországba, ahol egy Bleibach nevű kis faluban, a Bajor erdőkben elfogyott az üzemanyagunk. Itt találkoztunk az amerikai csapatokkal.
Miután kiengedtek a regensburgi pótáborból, a családommal visszatértem Blaibachba, és ott maradtunk 1949. májusáig. Rövid ideig az amerikai katonai kormány ellenőreként dolgoztam, majd erdőkitermelésnél kaptam munkát, aztán kertészként és szabadúszó íróként tevékenykedtem. Sok novellát közöltem ebben az időben. Az Adjátok vissza a hegyeimet című írásom bestseller lett. Lefordították németre, spanyolra, hollandra és angolra. Feleségem a gyerekekkel 1949. májusában hajdani szülővárosába, Hamburgba költözött, ahol a családja nagy tiszteletnek örvendett. Rövidesen én is utánuk mentem, hogy együtt lehessek a fiaimmal. Itt éjjeli őrként dolgoztam, a sógorom építkezési vállalatánál, és ezzel egy időben világi lelkészként szolgáltam a magyar menekültek kis református közösségében. Ugyanebben az évben jelentkeztem az Egyesült Államokba kivándorolni szándékozók listájára. Ezt a lépést azonban feleségem megtagadta, és elintézte, hogy visszatartsák betegség címén, amíg megalapozom az életünket Amerikában. Négy fiammal és egy idős asszonnyal, Moldován Ágnessel együtt, aki vállalta, hogy anyjuk helyett gondját viseli a gyermekeknek, hamarosan behívtak előkészítésre a Wendorf táborba, ahol körülbelül egy évet töltöttünk. Itt a református közösség világi papjaként dolgoztam ismét. Ebben a táborban a magyarokon kívül lettek, litvánok és észtek is voltak. 1951. szeptember 21-én érkeztünk meg New York kikötőjébe a General Muir nevű hajóval, amelyen a református utasok világi lelkészeként és a hajó újságjának szerkesztőjeként dolgoztam. New Yorkból a támogatóm az Ohio állambeli Bel-Air-i W.G. McLean autójával vitt Bel-Air-be, ahol McLean gazdaságának irányítása várt rám. Ugyanakkor állást ajánlottak fel számomra a Szabad Európa Rádiónál, havi $200 keresettel. Nem volt semmi kitétel a tartózkodási helyemre vonatkozóan, heti rendszerességgel el kellett küldenem nekik postán az írásaimat az amerikai mezőgazdaságról és életmódról. 1952. januárjában beadtam a vállópert. A válást májusban mondták ki. Nem sokkal ezután vettem nőül jelenlegi feleségemet. Miután családi problémák miatt széthult a McLean Farm és eladták, 1952-ben családommal együtt a floridai Astorba költöztem. Ekkor még a Szabad Európa Rádió munkatársa voltam. Körülbelül egy év múlva a fiaim anyja, Eva Seamers megérkezett az Egyesült Államokba és perelni kezdett a válás semmisétételéért. Csak egy bizonyos pénzösszeg ellenében egyezett volna bele a válásba, ám ez az összeg túlságosan is nagy volt a keresetemhez képest. Végül sikerült megoldani az ügyet a törvényszéken, majd beadtam igénylésemet az amerikai állampolgárságért, amit 1957. január 4-én kaptam meg a floridai Orlando szövetségi törvényszékén. Ugyancsak januárban kiképzői munkára kértek fel a télendi floridai katonai akadémia részéről, ahol áprilisig dolgoztam. Áprilisban a floridai egyetem idegen nyelv tanszéke tanári állást ajánlott föl. Miután átköltöztem a Florida állambeli Gainesville-be, 12 évig dolgoztam az egyetemen, 1970-ig, amikor nyugdíjba vonultam, hogy végre az írásnak és műveim kiadásának szentelhessem az időmet. Az egyetemen eltöltött évek lehetővé tették, hogy taníthassam fiaimat. Egyikük a West Pointi Katonai Akadémián tanult, színjelessel végzett, és miután kétszer megjárt a Vietnámot, majd néhány évet oktatóként dolgozott a West Pointon, most a Washington állambéli Fort Lewis főhadnagyaként szolgál. Egyetemi munkásságom idején magyar és angol könyvek kiadása mellett a nácizmusról és kommunizmusról szóló előadásokat tartottam Amerika és Kanada szerte, tanácsadója voltam a Fiatal Amerikaiak a Szabadságért elnevezésű egyetemi mozgalomnak, létrehoztam az Amerikai Magyar Szépmíves céhet, a Dunamenti Kutató és Információs Központot és a Danubian Press kiadóvállalatot. Miután visszavonultam az egyetemről, egész életemet ennek a három szervezetnek szenteltem. Ezek azt a célt szolgálták, hogy nyilvánosságra hozzák az igazságot a dunamenti országok történelmi, politikai, társadalmi és gazdasági problémáiról. Szívügyemnek tekintettem a Románia Szocialista Köztársaságában élő elnyomott kisebbségek helyzetének bemutatását. A velük szemben megnyilvánuló brutális bánásmódra világszerte felfigyeltek az utóbbi években. Az Erdélyi Világszövetség első elnöke voltam.
ez a szervezet a világ 134 erdélyi csoportosulását és társaságát foglalja magába. Az Amerikai Magyar Szövetség alelnöke és a Lengyel Magyar Világszövetség igazgatója vagyok, tagja az Árpád Akadémiának, a Templomosok és a Szent László Lovagrendjének. Az életem mindig is nyitott könyv volt, az most is, és az lesz a jövőben is. Nincs rejtegetni valóm, és nem kell elnézést kérnem egyetlen tettemért sem. Íróként, a Nemzetközi Pen Club tagjaként azt teszem, amit ennek a nagy szervezetnek a jelmondata hirdet. Egy összekuszált világ emberiségének lelki ismerete vagyok. Albert Vasdecege, Astor, Florida, 1979. augusztus 22.